Szevasztok! Ma meg fogjuk szegni a klub két első szabályát. A klub első szabálya. Senkinek egy szót se a klubról. A klub kettes számú szabálya. Senkinek egy kurva szót se erről a klubról. Kifejezetten nem szeretem a régen minden jobb volt, teljességgel téves és minden objektivitás nélkülöző megállapítást alapvetésként kezelő nézetet. Azért kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Hiszen ez a nosztalgiába merengő hozzáállás jellemzően nem vezet sehova, és nem ad lehetőséget a kritikus, de elfogulatlan, több szemszögből történő analízisre. Az a tény, hogy a 80-as évek szülöttjeként ma már sokkal ritkábban jövök ki meghökkenéssel, fellelkesültséggel, vagy konkrét sok hatás alatt egy moziból, nem feltétlenül, de semmiképpen sem kizárólag annak köszönhető, hogy régen jobb filmek készültek volna, még ha tagadhatatlanul érezhető is azért egyfajta válság Hollywoodban az ezredforduló óta. Hanem sokkal inkább egy olyan összetett jelenséget sejtek-e megállapítás mögött, amely a fiatalkori élményekkel, a szabadság és életerő teljességével átitatott kontextusban lezajlott történésekre utólag visszatekintve egy szubjektív, aranyfénnyel befújt világot rajzol elénk. Hasonló ez a jelenség ahhoz, amikor egy finom sütemény illata a másodperc tört része alatt visszarepít minket a nagymama kredence mellé. Mindig lenyűgöz az érzékek és az emlékezet működése. Már az étel illata is visszaröpít kicsi gyerekkoromba. Hogy lehetséges ez? Valójában önmagunk régi, fiatalabb kiadása iránt érzünk ilyenkor visszavágyódást. Ugyanakkor mindezek ellenére tény, hogy gyerek, illetve fiatal koromban háromszor is ki tudtam úgy jönni az Apollo mozi nagyterméből, hogy az épp lezajlott másfél óra letaglózó hatása alatt szinte sokkosan megváltozott szívritmussal és valóságos megdöbbentséggel tudtam csak lehozni a rákövetkező napokat. Az első ilyen élmény 96-ban ért, Jean-Claude Van Damme Mindhaláli című filmjének megtekintése során, amely oly mértékben volt alávalóan gyenge és kikúrt módhitvány, hogy komoly többverziós forgatókönyveket dolgoztam ki a jegy árának visszazsarolására, és azt kívántam, bár sosem láttam volna ezt a mocskot. Miért, kicsi, miért? Miért? Nem tudtam aludni. A másik két sokkoló mozi élmény azonban messze menőkig pozitív volt, és mindkét filmet 99-ben volt szerencsém ma a filmszínházban megtekinteni. Az egyik a több fronton is forradalmit újító Matrix volt, amely teljesen váratlanul és mindenféle komolyabb előzetes beharangozás nélkül robbantotta szét az elmémet. A másik pedig a mai videó témáját szolgáltató, eszelősen underground és messze menőkig progresszív harcosok klubja volt. Rosszabbul is járhattál volna. Például egy nő levágja a farkadat és kidobja egy autó ablakán. Sokszor kérdezik az embertől, vagy kérdezi meg saját magától, hogy mi a kedvenc filmje. Véleményem szerint erre szinte lehetetlen válaszolni, mert képtelenség egyetlen művet választani, ráadásul műfajtól függetlenül, de nálam mindig a harcosok klubja állt a legközelebb ahhoz a kontúrhoz, amelybe a számomra a leginkább optimális filmélmény beleszuszakolhatónak tűnik, nem véletlen, hogy a csatorna logója is nagyban inspirálódott a film szimbólum világából. Szappan! És tudd, mire vagy szerint? Bükkek. Azt egyelőre nem is feszegetném, hogy David Fincherről egészen a Pánik szobáig azt gondoltam, hogy minden idők legnagyobb rendezői közé emelkedhet, hihetetlenül bírtam a csávót, és azt is félretenném egyelőre, hogy Edward Norton zseniéhez talán csak Brad Pitté tud felérni, a két pasas karizmája lekarmolja a celluloidról a színeket, egyszerűen csak a témaválasztásra és a tálalásra szorítkozva azt kell, hogy mondjam, hogy a film megelőzte a korát, végtelenül bevállalós volt, éles, brutális és tűpontos, egy olyan korban, amikor sem a fogyasztói társadalom és a kapitalizmus kritikája, sem a tudott hasadásos másik énre alapozott nagy fordulatokkal operáló filmek nem látszottak még a horizonton sem, hiszen a szintén remek Gépész, a hátborzongatóan kiváló Sejt, az egyszernézős 23-as szám, vagy az egész vállalhatóra sikerült Fekete hattyú és más skizofrénia jellegű témát karcolgató filmek mind-mind a harcosok klubja által lefektetett, elképesztően stabil alapokra építettek. Erre a kapcsolatra már lehet építeni. Lássuk tehát fossá spoilerezve, hogy mi is a harcosok klubja. A soha nevén nem nevezett narrátor főhős kissé nyomottá, unottá vált világában kezdjük felvenni a fonalat. Kiderül, hogy emberünk álmatlanságban szenved. Én egy éve aludtam utoljára.
és IKEA termékek vásárlásával próbálja kielégíteni lekötetlen vegyértékeit, míg nem elkezdi látogatni a legkülönfélébb halálos betegségben szenvedők terápiás csoportjait, ahol egyrészt megismerkedik Bobbal, a férficsöcsök.hu alapítójával, másrészt a kölcsönös sírdogálások hatására enyhül az inszomniája. De az áldott állapot csak addig tart, míg a csoportterápiákon fel nem tűnik Marla, a nem kicsit önpusztító, de annál eszelősebb csaló, aki szintén kamu profillal nyomul a találkákon. Meg is próbálja elzavarni a nőt a náthás redvába, de maka csapicsa, mint a kicsapott csipa. Szójátékok, imádom. Így végül megosztják egymás között a csoportokat. Az autóipari termék visszahívási ellenőrként dolgozó csávó fel és alá repked az országban az üzleti utakon, olyan barát adagokat gyűjtöget, mint Tyler Durden, az extravagáns szappankereskedő, ám egyik útjáról arra tér haza, hogy az emeleti lakása lerobbant a járdára. Jobb híján Tylert hívja föl, megisznak egy 1,5-4 sört, majd megkéri, hadd aludjon nála, Tyler meg megkéri őt, hogy jól vágja pofán. Innen indul a konfliktus nélküli bunyók ötlete, az új testaktív hobbi, a korábban verekedés még hírből sem látott csávók egyre bővülő köre számára, miközben a két faszi egy ótvaros Mátra Nováki putriban húzza meg magát, ahol aberrált könyveket olvasgatnak, anyu melbimbója vagyok, és a hobbi bunyók nyomai már a főhős munkahelyén is kezdenek meglátszani. Végül az amatőr ökölcsatáknak saját törzshelye lesz, megalakul a harcosok klubja, amelyről tilos beszélni, és a 8. szabály rögtön ellent is mond az első kettőnek. A klub első szabálya. Senkinek egy szót se akarok. És végül a 8. szabály. Hogyha ma este jársz itt először, bunyóznod kell. Az egyre bővülő klub tagjai kezdik felismerni egymást az utcán, Marla meg felhívja a srácot otthon, de ő lógni hagyja a segélykiáltóan öngyilkos hölgyet, akit viszont így Tyler vesz kezelésbe a szomszéd szobában. A rendőrök közben őt magát kezdik gyanúsítani a lakásban történt robbanás kapcsán, ő meg Tylerrel emberi zsírt lopkod a plasztikai sebészetről, hogy önnön zsírjukból készítsenek szappant a hiú kövéreknek. Tagadt, hájas, zsíros, folyós, büdös, szaros, pöfeteg, sekszagú, triplatokájú fingzsák. Összefut Tőgyes Bobbal, akitől megtudja, hogy már több bunyóklub is létezik számos városban, és a tagok Tyler Durdent tartják a félistenszerű értelmi szerzőnek, aki el is kezd jó főnökhöz méltón különböző, látszólag elmebeteg parancsokat osztogatni. Narrátor úr közben 4 szemközti beszélgetést kér a főnökével a megafonnál. Nos, mi a helyzet? Ugye nem fizetésemelésért jött? Egy kurva fillért nem adok pluszban. Annyi közpénz a világon nincs. Tudja, kezdte le lenni a faszom ezzel a melóval. Mi? Kurva fárasztó, hogy kitalált fasságokat kell összehordanunk mindenkiről, aki nem fideszes csicska. Nem arról van szó, hogy zavarná lelkiismeretem vagy erkölcsi értékemet, mert az nekem nincs. Csupán gecire egyhangú ez a meló. Kibújik ki Sorosvalagából, kiszoptal egy Gyurcsányt, kibubu, kimigráns, kirejszol dollárokra, kihazáruló. Kurva lehangoló. Nem ízlik az ingyen pénz? Nem erről mi van a szó. Kurva anyádat képzelsz, te egy pillanatra még. Nem értek a világon semmihez, ezt mindketten tudjuk. Évek óta készen kapom a lejárató anyagokat, amiket terjesztenem kell, és ki se látok a hatalom valagából. Már reggel ébredéskor is komplett szarízű a szám. Mégis mi a gond ezzel? Ezért vettük fel ide annak idején. Haló! Kapcsolják Rogánt! Uram, álhírekben profi vagyok. Elterjesztem, hogy maga verte szét a pofám, és le is szopatott. Küldje a pénzem! A harcosok klubja immár céges finanszírozásban tovább bübörög, egyre durvább szorgalmi feladatokat nyomnak a tagok, Marla továbbra is átjár Tylerhez a retek lakásba, majd új csapatot kezdenek toborozni, melynek tagjai mindenféle garázda cselekményeket követnek el, és Tylert már-már istenüknek tekintik. Heréléssel fenyegetik meg a tiltott box csapat utáni nyomozás vezetőjét, szándékos balesetet szenvednek. Mi úgy hívtuk, befoszatom! Aztán Tyler eltűnik, hátrahagyva egy eszelős zsoldos hadsereget, akik valami előre meghatározott program szerint szorgoskodnak. Bobot fejbe lövik a zsaruk. Az ő neve Robert Paulson! A nyomozás tovább folyik a felrobbant lakás ügyében, Tylert meg hiába keresi mindenhol, nyoma sincs, illetve nyoma éppen van, mert 1000 közül is felismerhető, ha valamelyik városban működik már klub. Végül kiderül, hogy a hívők őt magát tartják Tyler Durdennek, sőt, Marla is Tylerként hivatkozik rá, mint kúrópajtásra. Erre aztán Tyler hirtelen előkerül, és lelepleződik immár, hogy a két faszi egy és ugyanaz a személy. Egy és ugyan az. Megpróbálja Marlát biztonságba helyezni, de a káosz brigád már akcióba lendül,
A csávó meg feladja magát a rendőrségen, ahol szintén a klub tagjai Legot ki is akarják herélni, de megszökik, és végül már csak magával Tylerrel, vagyis önmagával kell megküzdenie. Kicsit bunyóznak a mélygarázsban, aztán a srác szétlövi a saját közös pofájukat, és kézen fogva nézik Marlával, ahogy a fél város romba dől. Nos, a film elképesztően nyers és brutális eszközökkel vágja a pofánkba, csak úgy, mint a klub tagjai az öklüket, a kapitalizmus és a fogyasztói társadalom éles és tűpontos kritikáját. A boldogság már csak illúzió, az emberek immár nem egyéniségek, csak egymás másolatai. Minden a másolat másolatának másolata. A harcosok klubja a lesújtó véleményt fogalmaz meg a túlfogyasztásban hiába keresett boldogság hajszolásáról, a kapitalizmus mindent kiüresítő és aszinkronitást okozó hatásáról. A főhős monoton, számára valódi értékkel nem bíró, érdeklődést előidézni képtelen munkát végez, valós mély kapcsolatai nincsenek, a karakter személyiségét az általa birtokolt javak határozzák meg. Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Ám a rengeteg fogyasztási cikk felhalmozása mégsem okoz boldogságot. A főhős, akinek nem véletlenül nem tudjuk a nevét, hiszen csak egy a sok szürke másolat közül, boldogtalan, álmatlan és kiégett. Frusztráltságából végül egy második fiktív személyiség lehasításával próbál menekülni és megalkotja a határokat nem ismerő, kemény és menő Tylert, aki az antikapitalista élharcosa. A tudathasadásos állapotra, illetve Tyler jelenlétére a rendező többször is tesz apróbb utalásokat. A film eleve úgy kezdődik, hogy a narrátor azt mondja, azért tudja mindazt, amit beszél, mert Tyler tudja, tehát mert ők egy és ugyanaz a személy. Ráadásul Tyler többször is megjelenik villanásnyi időkre különböző helyszíneken, és a tévében is látni lelkesült ábrázatát. Amikor a pincében Lou a szart is kiveri Tylerből, a bevitt ütéseket a háttérben a narrátor is elszenvedi. Ez szintén arra utal, hogy ő és Tyler egymaguk, illetve, hogy ugyan ők. Te nem te vagy, te én vagy. Ám ezt a fogyasztói társadalom kritikát is meghekkeli David Fincher, hiszen miközben rommá gyalázza a kapitalista berendezkedést, és azt a társadalmi problémák egyszemélyi felelősévé teszi, a film hemzseg a termékelhelyezésektől, bújtatott vagy épp teljesen explicit reklámoktól. Ráadásul a film szándékosan önellentmondásba keveredik, mást mutat, mint amit mond, hiszen például a két, illetve egy azon karakter által a buszon megkritizált modellalkatú, idealizált férfi test, éppen az a forma, amelyet Tyler villant az egyik klubbéli küzdelme után. Az üzenet nem más, mint hogy az ember nem tudatosan követi a fogyasztásra ösztönző diktátumot, már észre sem veszi, mennyire a rendszer része, mint ahogy a néző is elvakultan hallgatja a karizmatikus klubfőnök leckéit, észre sem véve a disszonanciát. Olyannyira igaz ez, hogy bár Tyler hitvallása szerint a kapitalizmus táptalaján fogyasztásból szerveződő társadalom öntudatlan rabszolgákat generál a megszerezhető javak hajszolásának kiüresítő bájitalával, szinte fel sem tűnik, hogy a kezdetben üres, valódi értékektől megfosztott fogyasztásorientált világból menekülő férfiak kezdeti hobbibunyózókból lassacskán Tyler rabszolgái lesznek, és ugyanolyan elvakultan, önreflexió nélkül követik az újabb parancsokat, mint korábban. A fogyasztás köré szerveződő, az embereket a vásárlói kosaruk alapján megítélő társadalomról tehát egyértelmű ítéletet mond a film Tyler Durden szájával és tetteivel, de valahogy mégsem teljes a kép, a mozi rengeteg olyan elemmel van tele, amelyek ezt az egyértelmű és központi üzenetet nem szolgálják direktben, vagy egyáltalán. Nem a kocsid vagy, és nem a tárcát tartalma. Nem egy menőruha vagy. Egy bózkodó ganajkupac vagy a világban. Van ugyanis egy nagyon is zavarba ejtő mellékvágánya a történetnek, amely egy második jelentés réteget is kibont. A halálos betegséggel küzdők terápiás csoportjait a narrátor és Marla is öncélúan látogatja, nem valódi sorsközösségből vagy együttérzésből vannak jelen, csupán kiki a maga mocskos érdekeit keresve. Egyértelműen a társadalom és a közösségek képmutató, őszintétlen karakterére mutat rá a rendező ezekkel a jelenetekkel, melyekben a csoportokba szerveződő emberek végső soron teljesen egyedül vannak, csupán álságos, felületes támogatásra számíthatnak
társaiktól, s a narrátorban is végtelen magány munkál a kezdetektől, nincsenek barátai, kollégáival nincs szoros kapcsolata, nincs nője, a hatalmas metropoliszokban élő tömegtársadalom individualista zárkózottsága kerül itt lámpafény alá. Anarcho-szindikalista közösség vagyunk. David Fincher azonban még ennél is tovább megy, és a toxikus maszkulinitás témáját is megpedzi a Fight Clubbal, ismét jóval megelőzve korát. Tyler Durden maga a maszkulinitás. Laza, karizmatikus, izmos, agresszív. A harcosok klubjában láthatóan nincsenek nők, mintha monoton és elembertelenedett társadalom nyomasztása a nőket nem üldözhetné egy underground szerveződő hobby klub felé. A férfi nemi jellegért felelős szerv is központi szerephez jut a filmben, a legfontosabb terápiás csoport a hererákosoké, Bob a csöcseivel közröhelytárgyát képezi a férfiak körében, és büntetésképpen is minduntalan a kiherélést helyezi kilátásba a káoszbrigád, mintha a férfi reprodukciós szerv eltávolítása a legnagyobb büntetés volna a férfiak uralta társadalomban. Erre rezonál kiválóan az is, ahogyan az inszomniája miatt panaszkodó narrátort kezeli az orvosa, semmiben nézve és relativizálva a szenvedését, mintha csak azt mondaná, a férfi ne panaszkodjon. Viselkedj férfi módra! Mi az ördög lehet téged? Ez a Hollywood belőled is buzit csinált, neki áll bőgni, mint egy nő! Persze teljességgel lehetséges, hogy ezeket a jelentés töbleteket csak én látom bele ebbe az általam zseniálisnak tartott filmbe a számtalan újranézés miatt túl gondolva a dolgot, bár elég meggyőző érv számomra, hogy a fent említett jelenetek nem véletlenül kerültek bele a filmbe, hanem minden bizonnyal nagyon is tudatos rendezői döntés nyomán. Akárhogy is, egy valami biztos. Tyler Durden nem egy valódi karakter, hanem egy projekciós felület, amelyre mindenki azt vetít rá, amit akar, önmaga jobb vagy épp romlottabb verzióját. Számomra ez az egyik olyan film, amely legközelebb áll a szívemhez, nem habozhatok hát megadni rá a 10-es osztályzatot. Elvarjuk a szálakat. Mi? Ezek mit jelentsen?